A képzelt beteg, vagy ő felsége komédiása október 30-án és 31-én látható először az Eiffel műhelyházban. Vajda János operájának ős bemutatója lesz ez. Vendégeink itt a stúdióban Videman Bernadett operaénekesnő és Kovács János karmester. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, köszöntjük Önöket! Ez nem az eredeti időpontban lett volna a bemutató, és az ág is húzza ezt az előadást, mert ugye tudjuk már, hogy sokan voltak betegek az operában, Ókovács Szilveszter is az, ugye ez tegnap derült ki, de mégis benne lesz a darabban, lesz pénteken előadás, nyugtassunk meg mindenkit, ugye? Lekopogjuk. Igen, igen. Énekesek, egészségesek, Szilveszter meg majd valahonnan, mint az úr hangja felülről be. Tehát benne lesz, csak a hangja lesz, igen. Tehát fizikálisan igen. Nem lesz benne. Mikor az egy különleges helyszínen lesz ráadásul az előadásnál, nem mennyire különleges az ilyen szempontból, akusztikailag és egyébként maga az Eiffel? Hát az Eiffel műhelyházban lesz ugye ez a premier, ez a bemutató. Több ilyen jellegű műnek a bemutatója, illetve a premierje volt az elmúlt hetekben, sőt akár hónapban. Sőt, ha jól emlékszem, a tavalyi évben is mutattak már be itt darabot. Akusztikailag teljesen megfelelő, én úgy gondolom, nekünk legalábbis énekeseknek jó itt énekelni. A zenekarról János tudna beszélni? Keveset, mert most először fordulok elő ezen a helyszínen, és az embernek szokni kell. Furcsa, tehát nem a megszokott. Tehát az előadás után lesz majd tapasztalat, de akkor beszéljünk magáról az előadásról. Van kívülfülem a nézőtéren a próbán, és az segít, mert amit én hallok, az nem azonosabb valami, ami a nézőtéren szól. Kettcsinálóként mondjuk már valamit az előadásról. Mitől különleges, mi az, amiért érdemes mindenképpen elmenni ezre a 30. premierre, amire... Ahogy mondták, még vannak jegyek, mert valami félreértés folytán nem mindenki értesült erről időben, mert az időpontváltozás. Meg tolódott is a premier, tehát új igen, időpontja van. A 30-ai előadást a Műpa értékesíti, és még nem nagyon fogytak el a jegyek, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. De miért érdemes menni? Vajda János egy zeneszerző zseni. Ő egyik a legtalentumosabb muzsikusoknak, akik az utóbbi évtizedekben felmerültek. Mindenképpen fogyasztható zenét írt, amivel nem azt mondom, hogy sekélyes, hanem hogy a legegyszerűbb poénszerű témából is olyan rafinériával és olyan poén tömeggel tudja a színpadot és a színpadi történéseket aláhúzni vagy megjeleníteni, hogy az ember tényleg fülig ér a szája a gyönyörűségtől. Aztán, hogy ezt sikerül-e megvalósítanunk, kiváló énekesgárda van, Betty az egyik legfontosabb szereplő, de ha soroljam gyorsan, Hábetler András a címszereplő, Molière is Argan szerepében, Bátori Évi szobalány szerepben, Hancár György a hős szerelmes, Horthy Lilla az ifjú primadonna, szintén sugárzóan fiatal és szép, akkor ma Bili Gergő és Rácz István a két purgó. Isteni a darab, Molière utolsó drámájáról van szó, és a szerzők ötvözték részint Molière művét, részint Bulgakovnak Molière-ről írott darabját. Ez hogy lett ötvözve? Ki ötvözte? Ki? Ez szerintem közös lelemény, Váradi Szabolcs a szövegkönyvíró, és a Jancsival együtt, Vajda Jánossal együtt találták ki, úgy tudom, a szerző eredetileg a Bulgakov drámát szerette volna megzenésíteni, végül is egy ilyen hibrid megoldás született, így kerül bele a darabba a Napkirály is, prózai szereplőként, és a darab három nagyon fontos pontján tulajdonképpen arról van szó, hogy a hatalom és a művészet viszonya, és ez eléggé súlyos. Hát elég érdekes. Felismerhető, hogy a képzett beteget azért mindenki is ismeri, reméljük. A Bulgakov darabot már nem biztos. Mennyire változott az eredeti, mert a Molière mű? Semennyit. A Molière szöveg az úgy, ahogy van, benne van. Még a doktorandusz is a végén, amikor doktorálvatják Argant, akkor az is fele részben csokonai fordítás, fele részben egy kicsit újított, de szóval szöveghű. Bernadett, mennyire nehéz énekelni, mennyire nehéz szerep?
Hát Vajda János nagyon odafigyel arra, hogy hangfailag kinek mit ír. Ugye én egy mezzo szoprán alt vagyok, tulajdonképpen az én szerepemet és a többiek nevében is mondhatom ugyanezt, hogy nem nehéz elénekelni. Én most már harmadik operájában énekelek a zeneszerző úrnak, Leonce és Lénában, a Karnyónéban játszottam Karnyónét, és ez a harmadik. És ugye az első operája volt a Mário és a Varázsló, ami nemzetközi hírű előadás. Mindenki nagyon szereti az ő operáit, nem csak az operáit, a dalait is, tehát nagyon sok dalt éneklünk tőle például, de bármilyen más szimfonikus művét is sokat játsszák a világban és itthon Magyarországon is. Mint ahogy hogy válaszoltam, hangilag egyáltalán nem megerőltető, mert odafigyel az énekesekre. Tehát képzelt betege vagy őfelsége komédiása most pénteken Eiffel műhelyház. Van még jegy, menjen mindenki. Igazi különlegesség, mert csak két nap, ugye? Tehát péntek, szombat. Hát reményünk van, jövő szezonban aztán többször játsszuk a darabot, de most. De most csak kétszer. Köszönjük. Említsük meg azért Szabó Máté nevét, aki a rendezőnk, és garantálja azt, nem csak ő, hanem Vajda János is, hogy fantasztikusan fog mindenki szórakozni, aki eljön. Legyen így. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, hogy velünk voltak, mint ahogy a kedves nézőknek is megköszönjük kitartó figyelmüket a reggel folyamán. Örülünk, hogy velünk voltak, tegyék ezt holnap is. Így van, jövünk holnap is. Viszontlátásra. Viszlát, szép napot.